Napjainkban egyre fontosabbá válnak a megújuló energiák. Már nem csak Nyugat-Európában, hanem hazánkban is sokan használják a napelemes rendszereket. Elsőként intézmények tetején lehetett találkozni ezekkel, de ma már egyre több családi ház energiaigényét szolgálják ki a panelek. Amellett, hogy kímélik a környezetet és felváltják az egyre gyorsabban fogyó foszilis energiákat, jelentős pénzösszegeket is spórolhatunk velük. Az emberek hazajönnek este a munkából, akkor kapcsolják be a fogyasztókat. A napelemekben rejlő lehetőségekről, a felhasználás módjairól és a megtérülési értékekről egy nagy cég ügyvezetője, Horváth József András tartott előadást a Balaton Színházban. Egy átlag családi háznak a villamos energia igénye nagyjából 5 kg. Ez 10-12 darab napelemet jelent, amit, amit most már nagyon sok helyen láthatóak a háztetőn. Ez gyakorlatilag ilyen 18-20 ezer forintos havi villanyszámlát tud lenullázni, úgymond. A napelemek által megtermelt villamos energiát nagyon sok rétű dologban el lehet használni, legyenek ezek általános fogyasztók, aztán ezen felül egyre nagyobb teret hódítanak a, a fűtési megoldások, elektromos fűtések, illetve egyre többen vannak azok, akik elektromos autókat is használnak. Az előadáson elhangzott, 2024-ig a hazai szabályozási környezet lehetővé teszi, hogy a fel nem használt energiát a fogyasztó visszatáplálja az EON hálózatában. Ez ugyan változni fog két év múlva, de ennek ellenére is megéri napelemes rendszereket telepíteni, mondta el a szakember. Bár a beruházás jelentős költségekkel jár, több pályázat is az állampolgárok rendelkezésére áll. Erről is szó esett a Balaton színházban. Jelenleg is fut egy 50%-os lakásfelújítási program nagycsaládoknak, családoknak. Gyakorlatilag egy, egy beruházásnak a felét vissza tudják igényelni, illetve mozzárult le éppen az elmúlt héten egy 100%-os támogatás, ami rászoruló családoknak szólt. Ez a támogatás valószínűleg szeptembertől újra lesz indítva, 35 ezer magyar háztartást támogatnak be. Sok család telepített napkollektort is a háza tetejére, ez azonban csak a melegvíz előállítására alkalmas. A szakemberek azt mondják, mára már egyre nagyobb teret hódít ezzel szemben a napelem, amely áramot termel, így az széles körben felhasználható a háztartásokban.